Ez még nyáron történt, amikor 12 éves voltam. Egy szállodában voltam az anyámmal és a fiatalabbik testvéremmel. A távoli rokonokat látogattuk meg. Kis házuk volt, ezért inkább egy közeli hotelben szálltunk meg. Az első napon, amikor megérkeztünk, az anyám a recepcióra ment, a testvérem és én leültünk a kanapéra. Az öcsém fiatalabb volt, ezért nekem kellett rá vigyáznom. Pihentünk, nem gondoltam volna, hogy ilyen szép helyen bármi rossz történhet. Már öt perce ülhettünk, amikor ez a 40 körüli férfi belépett az ajtón. A kanapé a bejárattal szembe volt, szóval jól megnézhettem a férfit. Átlagos emberről van szó. Ha egy tipikus 40 éves embert el tudtok képzelni, na akkor ő pont olyan. Velünk szemben leült, és csak nézett. Eleinte nem éreztem annyira furának, de aztán belegondoltam, hogy nem is ment a recepcióra, csak simán leült. Kicsit paranoiás vagyok, és belegondoltam, hogy mi van, hogyha mindvégig követett minket, az anyukám kimentett a kellemetlen helyzetből. A szobánk készen állt. Nem akartuk húzni az időt. Lepakoltunk, és mentünk is a rokonokhoz. Már jó rég láttuk őket. A nap folyamán nem is gondoltam arra az emberre. El is felejtettem őt. Hét körül visszaértünk, és még mindig meleg volt. Az anyám felajánlotta, hogy csobbanhatunk egyet a medencében. Nagyon jól éreztem magam, amíg meg nem jelent ez a férfi. A medence mellett leült, és ismét minket nézett. Nem úgy nézett ki, mint aki fürödni jött volna. Azt hittem, hogy velem van a baj, és túlreagálom a helyzetet, de később láttam, hogy az anyám is aggódik. Ő egy nagyon nyugodt ember, de most látni lehetett rajta, hogy nem tetszik a férfi viselkedése. Azt mondta, hogy ha öt percen belül nem távozik, akkor visszamegyünk a szobánkba. Az öt perc gyorsan eltelt, és az emberünk meg sem mozdult. A kis is ideges volt miatta. Miután visszamentünk a szobába, leültünk egy kicsit filmezni, Látni lehetett az anyumon, hogy még mindig nyugtalan, és tudtam, hogy a fickó miatt. Az édesanyám ezután zuhanyozni indult, addig egyedül folytattam a filmet. Amint egyedül lettem a szobában, kopogást hallottam. Ezt egy magabiztos hang követte. A takarító vagyok. Engedjen be. Rögtön felpattantam, és kinyitottam. Ugyanaz a félelmetes posi állt ott. Lefogyva álltam, és vártam, hogy ezután mi fog következni. Rögtön a legrosszabb dolgokra gondoltam. Mi van, ha elrobol engem? Vártam, hogy mondjon valamit, de egy ideig még csendben nézte az ilyet tarcom. Az anyám már elállította a csapot. Tudtam, hogy nem sokára ott lesz. A férfi megkérdezte, hogy milyen volt az úszás. Mielőtt még válaszolhattam volna, az anyám villámgyorsan felöltözött, kiszaladt és becsapta az ajtót. Meglepő módon a fickó nem ellenkezett. Én sokban voltam, és azt kértem az anyámtól, hogy hívja fel a rendőrséget. Szót fogadott, de amire kijöttek, az embernek nyoma veszett. Ha el is kapták volna, nem tehettek volna semmit. Rossz közérzetünk volt miatta, ezért másnap reggel elintéztünk egy szobacserét. Sokkal nyugodtabbak voltunk, és a többi napokon nem is láttuk őt. Undorral tölt el a gondolat, hogy a nyári szünetben is dolgoznod kell. Esetleg a munkád mellett jól jön egy online jövedelem? Van egy jó hírem. Készítettem egy kurzust, amiben elárulom, hogy hogyan tudsz az Instagrammal pénzt keresni. Ez nem egy varázsmódszer, amivel egy csettintésre gazdag leszel. Az online pénzkereséshez is idő és munka kell, semmi sem jön magától. Ha valaki azt ígéri, hogy egy nap alatt milliókat fogsz keresni, az hazudik. A módszeremhez nem kell szerencse. Az utasításaimat követve biztos vagyok benne, hogy elkezdesz pénzt keresni. Csak internet és Instagram fiók kell neked. Az angol tudás is jól jön, de ha csak magyarul tudsz, úgy is bőven van esélyed. A kurzus megtanít, hogy hogyan népíts követőtábort az Instagramon, de arra is, hogy ezt hogyan értékesítsd. Ha felkeltettem az érdeklődésed, menj az instakurzus.com oldalra, vagy kattints a leírásban levő linkre. Az első 50 ember akciósan férhet hozzá a kurzushoz. Elővigyázatosnak tartom magam. A szüleim úgy neveltek, hogy ne bízzak meg mindenkiben, mert vannak olyanok is, akik rosszat akarnak másoknak. Mindig is óvatos voltam, de mégis olyan helyzetbe keverettem, amit sosem fogok elfelejteni. Nem hallgattam zenét az úton, mindig bezártam az ajtót, amikor utaznom kellett, semmit sem hagytam a véletlenre. Mindent előre lefoglaltam, és a szállásra vezető utat is megterveztem. Néhány éve utaznom kellett. Egy jobb hotelt választottam, mert jól kerestem. Néha megengedheti az ember magának. A szobában tartózkodtam, amikor megcsörönt a telefon. Megkérdeztem, hogy ki az, és rögtön jött a válasz. Hát szia, Jenny vagy? Válaszoltam, hogy igen. Közben a háttérben ment a tévé, nem hallottam őt tisztán. Megkértem, hogy várjon egy kicsit, addig lehalkítottam a filmet. Nagyon illetelmes volt, elnézést kért. Azt hitte, hogy egy online megbeszélésen vagyok, és zavar. Megnyugtattam, hogy csak a tévét néztem, nem olyan fontos. Nem tudtam, hogy mit akarhat, ezért rákérdeztem. Elképesztően jó dumája volt. Ügyesen megválogatta a szavait, hogy egy gyaranyos, barátságos embernek tűnjön. Fokozatosan elnyerte a bizalmam. Gondolom, ez volt a terve. Aztán arra kért, hogy találjam ki, hogy kivel beszélek. Annyit segített, hogy a múltban pár napot töltöttem vele. Rögtön gondolkozni kezdtem. Sok munkahelyem volt már, és utazni is szeretek. Rengeteg srácot ismertem. Nem volt könnyű dolgom. Valószínűleg egy olyan valaki, aki tudott arról, hogy ide utazom. Gondoltam. Tippelgettem, de nem jött össze. Feladtam, de még mindig nem akart elárulni. Arra kért, hogy találjam ki a várost, egy olyan várost, ahol közel egy évet voltam, megismertem egy fiút, és azóta sem láttam. Egy olyan fiút, akivel jól szórakoztam, és megígértem, hogy tartom vele a kapcsolatot. Ezzel sem segített sokat, de Cleveland jutott az eszembe. Ott sok új ember sikerült megismernem. Ahogy kimondtam, boldogan mondta, hogy igen. Azt hittem, már tudni fogom pontosan, hogy kicsoda, de még így sem tudtam biztosra. Elárult, hogy egy sportoló, akivel egy buliban találkoztam. Hát ez valószínűleg nem én lehettem. Én nem jártam bulizni. Sajnáltam őt. Közöltem, hogy valószínűleg más embert akart felhívni. Ez nem Jenny Miller? Kérdezte szomorúan. Nem. Jenny vagyok, de nem Miller. Nagy véletlen, de összetévesztett valakivel. Eleve nem tudom, hogy hogy szerezte meg ezt a számot. Meglepő módon nem akart rögtön letenni. Elmesélte a kitalált sztoriát. Állítólag ez a Jenny egy férjes nő, aki beadta a derekát de az a legrosszabb, hogy ennek a srácnak is volt felesége. Nem akartam erről tudni. Idegen emberek problémáira és kalandjaira nem vagyok kíváncsi. Hogy minél gyorsabban letehessem, csak azt mondtam, hogy érdekes. Sok sikert. Már nem emlékszem, hogy erre mit válaszolt, de nem akarta, hogy letegyem. Flörtölt velem, és már úgy éreztem, hogy neki nem is baj, hogy nem azt az embert ért el, akit akart. Érdeklődött irántam. Tudni akartam, hogy én mit csináltam Clevelandben. Azzal visszatődött, hogy valószínűleg sosem fogjuk látni egymást, nyugodtan elárulhatom. Kellemetlen beszélgetés volt. Nekem van férjem, és nem vagyok olyan Jenny, mint az, akit megismert. Letettem a telefont. Másnap a földszinten összefutottam egy ismerősömmel, akinek szintén egy hasonló hívásban volt része. A srác ugyanúgy folytatni akarta a beszélgetést. Nem tudjuk, hogy ki lehetett ez a fiú, de arra jutottunk, hogy a sztoriai valószínűleg kitaláltak, és ezzel az egésszel az volt a célja, hogy megkedveljük őt, majd kimenjünk vele. Szerencsére egyikünk sem dölt be. A recepció jelentettük, de ők semmit sem tudtak ezzel kezdeni. Nem akartunk a rendőrségre menni, hiszen semmi rosszat nem tett. Legyetek óvatosak az ilyen emberekkel. Attól, hogy valaki jófej, kedves és udvarias, nem jelenti azt, hogy nincs hátsó szándéka. Először is egy kis háttérinformációval kezdeném. Egy érdekes családban nőttem fel. Sokat költöztünk, és a szüleim elváltak. Az anyámmal értem, aki később talált egy férfit, aki alkoholista volt. Az anyám illegális szereket használt, de erről kicsiként nem is tudtam. Ezt később árult el, amikor már leszokott. Költözés után voltunk. Még nem szoktam hozzá az új környezethez. Sosem értettem, hogy miért kellett ennyit költöznünk. A szüleim gyakran bajba keveredtek, és többször is a tulajparancsár kellett elhagynunk a házat. Na mindegy. A lényeg, hogy nem volt csodás gyerekkorom, de ez még nem minden. Nem csak az anyám még tehetnek róla, hogy rossz gyerekkorom volt, de a szomszédunk is. Erre nem sokára rátérek. A költözés után egy elhagyatottabb helyen éltünk. Volt pár szomszédunk, de minden távol volt tőlünk. Az élelmiszerboltok, a kórház, kilométerekre voltak. Emlékszem, hogy nyár volt, és sokat voltam kint. Szereztem új barátokat. A zseppénzemből gyakran vettem hoddogot. Ott volt a legfinomabb. Utána általában egy kólával öblítettük le. Keveset voltam otthon, de gondolom nem lep meg titeket, hogy miért. Így a minél jobban kerülni a mostoha apámat. A szomszédban volt egy lány is. Sokkal fiatalabb volt, de szeretett játszani. Jó fej volt. Gyakran kerestem őt. Az apja is már tudta, hogy ha a házuk felé közeledek, akkor szólni kell Daisynek, hogy játékidő van. A kislány sosem fáradt el, az apukája pedig mindig örömmel várt engem. Ez is egy ilyen nap volt. A haveroknak haza kellett mennie, ezért Daisy társaságát kerestem. A parkolón keresztül áthaladva az ajtóhoz jutottam. Be akartam volna kopogni, de az ajtó még azelőtt kinyílt, hogy hozzáértem volna. Nem akartam belépni. Daisy nevét mondtam ki, de nem ő jelent meg. Valószínűleg az anyja lehetett. Kócos volt a haja, és kellemetlen közérzetem volt tőle. Semmit sem mondott, csak kijött és mosolygott. Nem kedves mosoly volt az, sokkal inkább egy ilyen gonosz mosoly. Egy ideig néztük egymást, majd felé indult. Megijedtem tőle, és elfutottam volna, de ő hirtelen elkapta a kezem. Erősen szorított. Hiába próbáltam magam kirántani a fogásából, olyan szorosan tartott, hogy nem ment. Mélyen a szememben nézett, majd azt mondta: Ismerlek, tudom, hogy ki vagy, te, te kis szemét. Te tetted mindezt. Sosem bocsátom meg neked. Most elkaplak, és nem menekülsz. Már az enyém vagy. Nem tudom, hogy miről beszélt. Semmi rosszat nem tettem. Hiába kértem elnézést azért, amit nem is tettem, ő még mindig nem akart elengedni. Nem tudtam, hogy mit akart tőlem. Még kicsi voltam, majdnem sírtam. Könnyes szemmel kiabálni kezdtem. Reméltem, hogy valaki meghal, és a segítségemre fut. Ő még idegesebben magához rántott, majd megbotlott, és elesett. Kihasználtam a pillanatot, és rohanni kezdtem. Nem tudom, hogy hogy lehetett ilyen gyors, de pillanatokon belül elkapta a bokámat, és magával rántott. Esélytelen volt a menekülés. Csak is abban bízhattam, hogy valaki közbelép. Teli torokból ordítottam. A házba akart vinni. Már rettegtem, hogy mit akar velem tenni a küszöbnél járt, amikor megjelent Daisy apja. Meglepő módon nem csodálkozott. Mintha tudná, hogy milyen őrült ez a nő. Ráparancsolt, hogy engedjen el engem, majd mutatta, hogy meneküljek haza. Megkért, hogy senkinek sem mondja el, hogy mi történt. Ők ketten bementek, én pedig még sokban voltam. Hazamentem. Az anyám otthon volt, neki mindent elmondtam. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi történt, de azt hiszem a rendőrök lettek híva és elvitték a bolond hölgyet. Ha jól tudom kapott pár évet, de már biztos, hogy szabad van. Távol élek, szóval esélytelen, hogy összefussak vele, de attól még kirázó hideg, ha rá gondolok. 20 éves voltam, amikor ez történt. Akkoriban terveztem elköltözni. Addig a szüleimmel éltem, de találtam egy olcsó albérletet. A városban maradtam volna, közelebb a munkahelyemhez. Szerda volt, és már az utolsó napjaimat töltöttem a régi házban. Nekem szünetem volt, egész nap otthon voltam, nem kellett dolgozni menni. A szüleim munkába mentek. A szobám a földszinten volt, a konyha mellett. Valamit az alaksorban kerestem, már nem is tudom mit, majd feljöttem, és hallottam, hogy egy ember a kertünkben mászkál. Sosem történt még ilyen. Óvatosan az egyik ablakhoz mentem, és onnan figyeltem a fickót. Nem ismertem őt, és azt sem tudtam, hogy mi a terve, Optimista ember vagyok, nem gondoltam rosszra. Felalá mászkált, közben gyonúsan figyelte a birtokot. Visszament a járdára, majd a hátsó bejárathoz közeledett. Azt hittem, hogy csak egy egyszerű árus, nem foglalkoztam vele. Percekkel később hallottam, hogy kopogni kezd a konyhába vezető hátsó bejárati ajtón. Megijedtem. A szüleimnek még egy jó ideig dolgozniuk kellett. Egyedül nem mertem válaszolni. Lehet az lett volna a legjobb, ha elküldtem volna, de én csak csendben álltam, és vártam, hogy távozzon. Ez a pillanat is eljött. A járdán nyugodtan folytatta az útját, mint ami se történt volna. Megkönnyebbültem, és több dologra gondoltam. Lehet tényleg egy gyárus volt, vagy csak az apám egyik barátja, akit nem ismerek. Az lett volna a legutolsó gondolatom, hogy ez az ember be akar törni hozzánk. A bűnözés nem volt tipikus a környékünkön, ezért automatikusan kizártam ezt a lehetőséget. Percekkel később a férfi visszatért, és a házunk jobb oldalán csinált valamit. Rettegtem. Nem tudtam, hogy mit tett, csak hallottam, hogy a szüleim szobájánál az ablak recseg. Én óvatosan a főbejárati ajtóhoz mentem, és halkan kinyitottam. A pasi kétség kívül be akart jutni. El kellett menekülnöm, nem volt más választásom. Kirohantam, és amilyen gyorsan csak tudtam, felhívtam a rendőröket. Egy biztonságos helyen megvártam, hogy megérkezzenek. Öt percen belül kiértek, de addigra az emberünknek nyoma veszett. Sosem kapták el. Az ablakot nyitva találták, de szerencsére semmit sem lopott el. Egy hétre rá elköltöztem, és a férfit már soha többé nem láttam. Egyedül élek az albérletemben, közel van a központhoz. A városomban sokan élnek. Vannak rendes, tisztességes emberek, de mindenféle fura alak is megfordul az utcákon. Azt hittem, hogy sosem fog velem olyan történni, mint amiket ezen a csatornán hallok. Szeretem a munkám, de emellett rettentően kimerít. Sosincs utána energiám. Általában bemegyek a kis lakásomba, lezuhanyzok és alszok. Akkor is így tettem. Délután, kb. 6 órakor megérkeztem, a szokásosnál is fáradtabb voltam, ezért nem akartam semmivel sem húzni az időm. Egyenesen tisztálkodni indultam, de hallottam, hogy valaki ki akarja nyitni az ajtót. Még jó, hogy bezártam. Előtte még sosem történt velem hasonló. A hatodik emeleten nélek, és az összes szomszédomat ismerem. Ők rendesek, és nem tennének ilyet. Az ajtó kitekintőn keresztül ellenőriztem, de senkit sem láttam. Lehet csak véletlen volt, gondoltam magamban. Nem akartam ezzel foglalkozni, mert másnap is sok munka várt engem. Ki kellett pihennem magam. 20 perccel később már az ágyban feküdtem, és tiktokokat néztem. Ekkor már az összes lámpa le volt kapcsolva, és már készültem az alvásra. Teljesen csend volt, de ezt a csendet a kilincs hangja zavarta meg. Először ki -e nyitottam a szemem, de miután egy perc után sem hagyta abba, aggódni kezdtem. Nem kopogott, és nem is mondott semmit. Simán be akart jutni hozzám, Felkeltem, hogy ismét megnézem. Halkan mentem az ajtóhoz. Óvatosan megnéztem, és egy férfi állt kint. Piszkos ruhái voltak. Gyanús fickónak nézett ki. Tipikusan olyan, aki az utcán pénzt kér tőled, és a kaját adsz neki, mérges lesz. A szemei vörösek voltak, és eszemágában sem volt válaszolni. Nem hagyta abba. Még olyan öt percen át ott állt, és próbálgatta a kilincset. Miután beleunt, elindult a folyosó végébe, ahol a lift van. Azt hittem, hogy elhagyja az épületet. Természetesen hinni nem lett volna elég. Meg akartam bizonyosodni. Másodpercekkel később kinéztem. Ez egy óriási nagy hiba volt. Lehet, még várnom kellett volna egy kicsit. A fickó még mindig a folyosón sétált, de valószínűleg meghallott engem. Már majdnem a liftnél járt, amikor lelassított, és megfordult. Eleinte lassú léptekkel közeledett, de aztán sprintelni kezdett, remegve gyorsan visszafutottam és bezártam az ajtót. A vörös szemeiből sugárzott a gyűlölet. Izgultam. Bíztam a zárban, de annak ellenére inkább neki az ajtónak, nehogy kinyissa. Ő kopogni kezdett, és valamit kiabált. Megkértem, hogy menjen el, és hagyjon békén. Természetesen nem vált be. Újra a kilincsre tette a kezét. Nem maradt más választásom. Eljátszottam, hogy a rendőrökkel beszélek. Ez hatásos volt, ő fogta magát, és elsétált. Azon az éjszakán, nehezen aludtam. Minden órában felkeltem, és ellenőriztem, hogy nem térte vissza. Szerencsére azóta nem láttam őt. Nem tudom, hogy ki lehetett és mit akart. Azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy az utcán nézett ki engem, aztán követett. Eléggé figyelmetlen vagyok, és időnként zenét is hallgatok. Simán meglátom, hogy nem vettem észre. Azóta sokkal óvatosabb lettem. 2016-ot írtunk, amikor ebben a hátborzongató élményben volt részem. A helyszín egy nyugisabb város, és annak is a széle. A szomszédokat egy kézen is meg lehetett számolni. Békés helyen néltünk, és sosem lehetett hallani bűnözésről. Boldog voltam, hogy ilyen csendes helyen töltettem a napjaimat. Nem vagyok az a nagyvárosi fajta ember. Nem szeretem a nyüsgést. Már nyár volt, és annak ellenére, hogy közel laktunk az erdőhöz, még így is rettentően meleg volt. Már nem kellett suliba mennünk. A testvéremmel otthon voltunk, a szüleink pedig dolgoztak. 16 éves voltam, és gépen játszottam. A testvérem 14 volt, szóval rá se kellett vigyáznom. A hőség miatt gyakran a húzatot szoktam teremteni. Azt az ablak és a bejárati ajtó kinyitásával oldom meg. Időnként délután is szoktam aludni. Akkor is éreztem, hogy álomba szenderülök, ezért inkább nem nyitottam ki az ajtót. Annak ellenére, hogy biztonságos helyen éltünk, mindig bezártam az ajtókat, amikor aludni készültem. Jól tettem, mert arra keltem fel, hogy valaki be akar jutni. Nem ment neki, ezért kopogással akartam magára felhívni a figyelmet. Nagy nehezen, de felkeltem. Két embert vettem észre. Kint álltak. Mind a ketten magasak és testesebbek voltak. Kiabáltak, hogy otthon van-e valaki, Fáradtan, kb. nulla energiával válaszoltam nekik, hogy igen, mire lenne szükségük. Reméltem, hogy nem csak egy kis apró butaság miatt kellett felébreszteniük. Az egyikük azt válaszolta, hogy kocsival utaznak, és épp lerobbant. Nem tudják elindítani, és a segítségemet kérték. Akkor még egyáltalán nem értettem az autókhoz. Jogosítványom sem volt. Megkértem, hogy várjanak egy kicsit. Felhívom az apámat, hát tud segíteni. Még mindig nem nyitottam ki nekik az ajtót. Ők kint vártak. Én a telefonomért indultam. A két srác valamit beszélt, de nem értettem. Lehet csak egymásnak dumáltak. Én felhívtam az aput. Ahogy elmeséltem neki, hogy mi történt, teljesen kiakadt és félteni kezdett. Megkért, hogy semmiképp sem nyissam ki nekik az ajtót. Azt az utasítást kaptam tőle, hogy illedelmesen küldjem el ezt a két embert. Neki gyanús volt ez az egész helyzet. Szót fogadtam. Elnézést kértem, hogy nincs semmi, amivel segíteni tudnék. Én sem értek hozzá, és az apám egy jó ideig még nem jön vissza. Csalódottan megfordultak, és elhagyták a birtokunkat. Sajnáltam őket. A kerítés mellett elhaladva a kocsiukhoz jutottak, majd beültek. Meglepő módon, probléma nélkül sikerült elindítaniuk, és elhajtottak. Én sokban álltam az ablak előtt. Nem akartam hinni a szememnek elgondolkoztam azon, hogy mi történt volna, ha kiléptem volna az ajtón, hogy segítsek nekik. Ezután rögtön visszahívtam az édesapámat. Mondta, hogy hamarabb hazajön. Ha addig visszatérnének, akkor azonnal hívjam ki a rendőröket. Szerencsére ezt nem kellett megtennem. Sosem láttam azt a kocsit. Rossz belegondolni, hogy egyesek, az emberek jó szívűségét akarják kihasználni. Legyetek óvatosak, ne nyissátok ki bárkinek az ajtót. Tavaly úgy döntöttünk a férjemmel, hogy kitisztítjuk a padlást. Egy ideje már itt lakunk, és sosem dobtunk ki semmit, ami felesleges volt. A padláson kapott helyet. Igazából semmi hasznosra sem használtuk a területet. Nem kell egy óriási padlásra gondolni, de még így is kár volt érte. Az egyik napon jött az ötlet, hogy változtassunk. Felmentünk, és elterveztük az átalakítást. Már itt volt az ideje. Évek óta nem takarítottuk ki, Emlékszem, hogy egy szerda délután volt. Megnéztük a dobozok tartalmát, és eldöntöttük, hogy mit dobunk ki, és mit tartunk meg. Sokkal gyorsabban ment, mint gondoltuk volna. Egyre kevesebb doboz volt a padláson. Amikor visszamentem, már csak tíz lehetett. Megfogtam egyet, és ekkor hallottam legelőször. Mintha mocorgott volna valaki. Nagyon megijedtem, inkább lementem és elmondtam a férjemnek. Először azt hittem, hogy egy egér lesz az. Rosszabb esetben valami nagyobb állat. Újra felmentünk. Semmi sem változott. Az ablak felé sétáltam, ahonnan a hangot hallottam. A férjem mindvégig mellettem állt. Újra mozgott valami. Pontosabban valaki. Mögöttünk volt. Nem láttuk, mert nagyon gyorsan kijutott. Az ajtót becsapta maga után. Biztos vagyok benne, hogy egy ember volt és nem állat. A férjemmel egymásra néztünk és nem tudtuk, mi folyik itt. A párom az ajtóhoz sétált, de nem tudta kinyitni, mert leesett a kilincs. Nem tudtunk kiutni. Az ablak túl magasan volt. A titkos lakótársunk már a nappaliban szaladhatott. Hallottuk, ahogy kétségbe se futkározik fel alá. Féltünk, de szerencsére nálunk volt a telefonunk. Rögtön kihívtuk a rendőröket. A férjemed egy nagyobb dobozzal torlaszolt el az ajtót, így még véletlenül sem juthatott vissza az az ember. A zsorukkal gyorsan tudattam, mi történt. Nem kellett sokat várni, hogy kiérjenek. Az ablakon keresztül figyeltük a kertet. Hát, ha meglátjuk az illetőt. De semmi. A rendőrök megérkeztek, de a férfit azóta nem láttuk. A padlásról integettünk. Ők bejöttek, és átnéztek mindent. Kinyitották az ajtót, és megnyugtattak, hogy a tettes már elhagyta az épületet. A hátsó kiáratot nyitva hatta. Valószínűleg arra távozott. A legfurább az egészben, hogy semmit sem lopott el. Nem rongált. Fogalmunk sincs, hogy mit akarhatott. A padlást kitakarítottuk, az ajtót megjavítottuk. Még mindig nem tudjuk, hogy hogy jutott be a házba, és mióta élhetett felettünk. De még az sem, hogy ki volt az. Remélem soha többé nem jön vissza. Ez a történet még elég friss. Április elején úgy döntöttem, hogy kitakarítom és eladom a felesleges cuccaimat. Minden évben ezt teszem. A naposabb időt kihasználom és a kertembe viszem a dolgaimat. Ott tárulom. Már majdnem kész voltam. A garázs elé leraktam a tárgyakat, amiktől megszabadulnék, és az árakon gondolkodtam. Már nem is tudom, hány óra lehetett. A lényeg, hogy még délelőtt volt, az utak üresek voltak, és gyalogosokat sem lehetett nagyon látni. Az utolsó ládákat vittem ki, amikor észrevettem egy férfit. A garázs felé sétált. Azt tudni kell, hogy onnan könnyen be lehet jutni a házamba, ezért rajta tartottam a szemem. Nem állt meg a kirakott tárgyaknál, tovább ment. Elég fura volt, ezért rászóltam, hogy mit csinál, de nem válaszolt. Hátra sem fordult. Úgy sétált a birtokomon, mint otthon lenne. Ekkor már aggódni kezdtem. Ki tudja, mire képes egy ilyen ember. A garázsban sok szerszám van, amit akár fegyverként használhat. A biztonság kedvéért követtem. Még mindig bíztam benne, hogy nem akar rosszat. Bementem, hogy megkeressem a férfit, de sehol sem láttam. Mindent átnéztem, de nyoma veszett. Egy kis garázsról van szó, az autón se férbe. Nem értettem, hogy hova tűnt. Egyetlen egy ajtón távozhatott, ami a nappalimba vezet. Megijedtem, hogy betört hozzám, de miután átnéztem a házat, rájöttem, hogy máshol kell lennie. A nap végén már úgy éreztem, hogy egy györök titok marad. Már azon is gondolkodtam, hogy csak beképzeltem. Estére visszavittem a dobozokat, mindent a helyére raktam, és elmentem aludni. Másnap hasonló terveim voltak. Újra összeszedtem mindent, és kivittem a kertbe, egész idő alatt azon gondolkodtam, hogy hova tűnt az az ember. Kellemetlenül éreztem magam. Az út mellett foglaltam helyet, így többen észrevettek. Sokkal jobban ment, mint az előző napon. Az egyik vásárló jött hozzám, és azt mondta, hogy egy gyanús férfi bujkál a kukában. Felkeltem, és elindultam, hogy megnézzem. Sokkal bátrabb voltam, mert többen voltak körülöttem. Kinyitottam a kukát, és ugyanazt az embert vettem észre, nem is nézett rám. Ellökött, kiugrott a kukából és elfutott. Mindenki csodálkozott. Az emberek nem akarták elhinni, hogy nincs megjátszva. A mai napig nem bírom felfogni, hogy az az ember egy egész napot a kis kukában töltött, ami ráadásul nem is az övé volt. Szerencsére azóta nem láttam őt. Néhány éven attakarítást tartottam. Albérletet akartam váltani, ez volt az utolsó hetem itt. Csak is szép emlékeket tudok kötni a helyhez. A tulaj kedves volt, és a bármi problémám volt, rögtön segített. Olyan állapotba akartam átadni a házat, amilyenbe kaptam. Ezért alaposan kitakarítottam. Egy kicsi albérletről van szó. Egyedül simán elfértem, de két ember számára nem lett volna elég. Rengeteg szekrény üres volt, sőt, néhányat a beköltözés óta nem nyitottam ki, Ezeket is portalanítani akartam. Amikor kinyitottam az egyik ilyen szekrényt, észrevettem valamit. Ruha volt benne. Nem tudom, hogy kerülhetett oda. Miután jobban megnéztem, a szekrény óriási volt. Egy járat vezetett tovább. Még az utolsó napokon is meg tudott lepni ez a ház. Kíváncsi voltam, ezért bemásztam, és a szekrény végén egy kis lyukat találtam. El volt orlaszolva. Valahogy sikerült bejutnom. A mai napig nem hisznek nekem a barátaim, amikor ezt a történetet mesélem nekik. Az apró résen keresztül bemásztam, és akkor vettem észre. Ebben a kis helyiségben szétszórt kaját, matracot és rengeteg szemetet találtam. Nem tűnt olyan réginek. Csak reménykedni tudtam, hogy az előző albérlő hotta így. Ki akartam deríteni, mikoriak lehetnek ezek a cuccok de lehetetlen volt megállapítani. Munkába kellett mennem, de egész idő alatt azon nagyaltam, hogy kiélhet egy ilyen kis helyen. Miért akarna valaki ott aludni? Másnap újra takarítottam. Nem hagyott nyugton. Folyton a kis helység járt a fejemben. Még egyszer meg akartam nézni. Kinyitottam a szekrényt, és bemásztam. Ahogy a rés felé közeledtem, hallottam, hogy valaki megmozdult. Sőt, a vörös haja is látszott a sötétben. Eltorlaszolta a lyukat. Azonnal visszamentem a konyhába, felhívtam a rendőröket. Annyira féltem, hogy inkább elhagytam a házat. Elmondtam nekik, mit tapasztaltam. Kijöttek az albérlethez, átnéztek mindent, de már senkit sem találtak. Hála az égnek már csak két napot kellett itt élnem. Még mindig nem tudom, ki volt az a férfi, és mióta volt ott. Tévedtem. Abban a házban két ember is elfér. Egy 21 éves nő vagyok. Nemrég találtam egy olcsó alvérletet. A szomszédaim kedvesek és aranyosak. Már rögtön az első napon bemutatkoztak. Az egyik szomszédomat úgy hívják, hogy Paul. Szinte mindig a folyosón van és dumálni akar. Nem vagyok beszédes, ezért sosem örültem, amikor összefutottam vele. A kérdéseivel elhúzza az időm. Amikor otthon vagyok, filmezni akarok, és nem pollal beszélni. Elég gyakran felkeres. Heti szinten kopog az ajtómon. Mindig kitalál valamit, hogy ne ok nélkül zavarjon. De egyértelmű, hogy ezek csak kifogások. A beköltözésem után egy héttel Paul megosztotta velem a wifi jelszavát, hogy használhassam a tévémen. Megadtam neki a telefonszámom, mert nem tudta fejből a jelszót. Úgy egyeztünk meg, hogy majd SMS-ben elküldi. Nem gondoltam arra, hogy bármi rossz történhet emiatt. Teltek a napok, és minden rendben volt. Tegnap egy ismeretlen számról kaptam üzenetet. Azt állította, hogy egy titkos hódolom. Nem akarta megmondani ki az, de örülne, ha lehetne köztünk valami. Először nem törődtem vele, de amikor leírta a nevem, rendesen kirázott a hideg. Beszélj velem, tudom, hogy olvasod az üzeneteimet, Körülbelül ilyen típusú SMS-eket kaptam a nap folyamán. Ki akartam deríteni kihoz, de a barátaim nem ismerték ezt a számot. Kérdezgetett, hogy milyen pasik tetszenek nekem, hány évesekre bukok és mik a terveim. Amikor a nevére voltam kíváncsi, nem válaszolt. Később azt mondta, hogy ami köztünk van, az titokban kell tartani. Felajánlotta, hogy még fizetni is fog, ha alszok vele. Az egyik üzenetében elszólta magát, hogy 40 éves. Egyetlen egy 40 körüli férfit ismerek, akinek megvan a számom. A szomszédom. Paul, aki mindig a folyosón van és megállás nélkül beszélni akar. Megmondtam neki, hogy tudom, kivel írok, de ő azt állította, hogy biztos nem. Szinte száz százalék, hogy őhoz. Két hete adhattam meg neki a számom. Nem lehet véletlen. Nővérke vagyok az egyik kórházban. A betegeimnek nem adom meg a saját számom, és a munkatársaimat ismerem. Ők nem írnának ilyet. A barátaim és a családom sem találkozott hasonló emberrel. Szóval igen. Nagy valószínűséggel egy győrült szomszédom van, aki utánom leskelődik, és irogat. Mindez akkor történt, amikor még gyerek voltam. Azt hiszem, nyolc éves lehettem. Az anyukámmal és a hugommal egy új házba költöztünk, nagyon szép volt minden. Boldog voltam, és az anyámon is látszott, hogy elégedett. A hugommal napi szinten kint játszottunk. Futás közben megpillantottunk egy férfit. Nagyon kedves volt. Kiderült, hogy a szomszédunk adott nekünk cukorkát, és megkért, hogy nem mondjuk el az anyukánknak. Akkor még nem ismertük ezeket a veszélyeket. Elvettük tőle az édességet, és szót fogadtunk. Nem beszéltünk róla. Mindig összeszedte utánunk a papírt és a szemetet. Akkor még nem értettük, miért ilyen kedves. Amikor ránk nézett, mosolygott. Folyamatosan nézte, hogy a cukorkát tesszük. Egyre kellemetlenebbül éreztük magunkat. Az egyik napon el kellett utaznunk. Az anyukám még készülődött, én a hugommal szokásosan kint játszottam. Ahogy a férfi háza mellett futottunk, kijött és suttogni kezdett. Integetett, és azt mondta, hogy van egy meglepetése. Ha kíváncsiak vagyunk, menjünk be a házába. Természetesen hozzátett, hogy most kell dönteni. Nem kérdezhetjük meg az anyut. A húgomat nagyon érdekelte, az ajtó felé közeledett. A szomszédunk egyre boldogabb volt. Sosem láttam még ennyire mosolyogni. Már a lépcsőkön sétáltunk, amikor kijött az anyu. Ránk kiáltott, hogy azonnal jöjjünk vissza. A férfi megijedt és becsapta az ajtót. Az eset után nem mehettünk ki játszani. Nem értettük, miért vagyunk büntetve. Azóta nem láttuk a szomszédot. Ebben a korban már óvatosabbnak kellett volna lennem. Ki tudja, mi történt volna, ha az anyukám nem jön ki és nem szól ránk. Hetekkel később újra költöznünk kellett. Nem tudom, mi történt vele, de remélem, hogy már börtönben ül. Ezt a történetet egy kisebb városban éltem át. Egy hotelben dolgoztam. A munkatársam már végzett és hazament. Tíz óra volt és egyedül maradtam az épületben. Vagyis nem teljesen egyedül. A takarítónő is ott tartózkodott, de alig láttam, mivel folyamatosan az üres szobákat járta és felmosott. Csendesek voltak a folyosók. Körülbelül tíz vendégünk volt. Ez olyan átlagosnak mondható a mi kis szállodánkban. Bár egy jó ideje itt dolgozom, Megengedhettem magamnak, hogy egy kicsit ellazuljak. Tévét néztem, mert nem volt más dolgom. Hirtelen megcsörent a telefon. Általában kiírja, hogy melyik hívnak, hogy könnyű dolgunk legyen. Meglepő módon ezt az információt most nem jelenítette meg a készülék. Csak a telefonszámot, amit nem tudtam fejből, hogy melyik tartozik. Ritkán szoktak hívni minket természetesen ott az összes elszállásoltnak a lehetőség. De általában, ha problémájuk van, akkor lejönnek és személyesen intézik. Szokatlan volt, de felvettem, ez a kötelességem. Kicsit örültem is, hogy van valami munka, mert már untom a filmet, amit a tévében adtak. Válaszoltam, és megkérdeztem, hogy miben segíthetek. Egy férfi keresett engem. A hangja alapján olyan 30-40 éves lehetett. Nagyon boldog hanglejtéssel beszélt, Megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok ilyen későn este. Meglepődtem, mert még senki sem kérdezte, miközben dolgoztam. Jól esett. Megköszöntem, és elmondtam neki, hogy minden rendben van. Lent vagyok, ha személyesen szeretne valamit mondani. Elmagyarázta, hogy csak azért hív, hogy nem érkezette panasz. Kicsit kacagva, de elárulta, hogy enyhén hangoskodnak a szobán. Hm, nem tudtam, hogy mit fog ebből kihozni. Senki sem panaszkodott. Meg is nyugtattam őt, hogy minden rendben van. Nem kell emiatt aggódnia. Egy női hangot is hallottam. Aha, lehet, hogy itt töltik a nászútjukat, és csak a szomszédok érdekében kérdezték. Ez aranyos tőlük gondoltam. Tudja, csak meg akartam bizonyosodni, hogy senkit sem zavarunk. A mostohanyám általában ilyen hangos mondta. Zavarban voltam. Nem tudtam, hogy ezt minek osztja meg velem. A mostoha anyja folyamatosan nevetett. Konkrétan, megállás nélkül. Nem tudom, hogy mit csináltak, de nem is akarom tudni. Mivel senki sem panaszkodott, és valószínűleg nincs szomszédjuk, engem sem zavart. Csináljanak, amit akarnak. Amíg nem zavarnak senkit, és épségben marad a szoba, engem nem igazán izgat. Már le akartam tenni, amikor a férfi folytatta. A mostoha anyjáról beszélt, hogy milyen bolondos, és néha nem bírja abba hagyni a nevetést. Még egyszer elmagyaráztam, hogy senkit sem zavar. Elköszöntem tőle, de az utolsó pillanatban feltett egy kérdést. Tudod, hogy miért nevet? Éh, tipikusan olyan ember, aki unatkozik és beszélgetni akar. Nem érdekelt engem, de valamiért mégis megkérdeztem tőle, hogy miért. Lehet azért, mert nem volt jobb dolgom. Na mondja, miért? Miért nevet a mostoha Kérdeztem. A pasi röhögni kezdett. Annyira, hogy el akarta mondani az okot, de nem tudta. Már féltettem, hogy megfullad, annyira vihogott. Egy kicsit rakottam még, és vártam. Végre kicsit lenyugodott, és elmondta, hogy azért nevet, mert egymás lábát csiklondozzák. Így visszagondolva az lett volna a legjobb, ha rögtön letettem volna a telefont. Ez már nem a feladatom része, hogy egy pszichológus legyek az ott lakók számára. Éhes voltam és fáradt. De ezután éhes, fáradt és ideges is. Nem értem magam, hogy miért folytattam tovább a beszélgetést. Hogy ne legyen annyira kínos, kicsit belekocogtam a telefonba, majd mondtam, hogy ez aranyos. A fickó megismételte. Jól hallottad. A mostoha anyám talpát csiklandozom, és ő ezt imádja. Nem akarja, hogy abba hagyjam. Kirházott a hideg. Először egy rendes embernek tűnt, de a beszélgetés folyamán egyre furábbnak mutatkozott. Már rendesen féltem, hogy lejön a recepcióra. A női nevetés szinte teljesen ugyanolyan volt, mintha egy hangfelvétel lett volna, amit körbe-körbe játszott volna le. A férfi hozzátette, hogy ez a csiklandozás az ő legnagyobb fétise. Nem tudná elképzelni nélküle az életét. Már nem poénkodva mondta, teljesen komoly volt a hangja. Olyan hülye voltam, hogy még mindig folytattam a beszélgetést, pedig már dolgom is volt. A telefont folyamatosan a fülem mellett tartottam, és elrettenve hallgattam, hogy még mit fog mondani. Nagyon élvezte. Nem tudom pontosan, hogy mit és hogyan, de hangja alapján az élete legjobb pillanatait élte. A következő kérdése az volt, hogy szeretem-e, ha a a csiklandozzák? Nem válaszoltam neki, de nem is kellett, mert ő magától folytatta. Elmondása szerint mindez beindítja őt. Már az első mondatai után sejtettem, hogy a hívás célja nem az, hogy elnézést kérjen hangoskodás miatt, hanem hogy megoszta velem a fétisét. Már nem mertem letenni a telefont. Féltem, hogy következménye lett volna. Érkezett egy ember, de még akkor is a fülem mellett volt a telefon. A mostoha anyja gyanús volt. Egyetlen egy szót sem mondott. A nevetés nem változott. Ugyanolyan volt. Már azon gondolkoztam, hogy inkább kihívom a rendőröket, mert ez az ember egy győrült. Az újonnan megérkezett férfit gyorsan kiszolgáltam, megmondtam neki, hogy melyik a szobája, és odaadtam neki a kulcsot. Gyorsan le akartam rendezni, mert még mindig aggasztott ennek a fura fickónak a viselkedése. Ilyen még nem volt, de tényleg nem tudtam, hogy mit évő legyek. Annyira rettegtem, hogy már remegni kezdtem. Azt sem tudtam, hogy melyik szobáról hívott. Nem tudtam, hogy ki az, akitől félek, és ez még rosszabbá tette az egész helyzetet. Azon az éjszakán minden egyes recsenésre felkaptam a fejem. Féltem, hogy az ember megkeres engem. Szerencsére nem történt semmi. Ahogy véget ért a műszakom, hazamentem, és másnap felmondtam. Ha online akarsz pénzt keresni, van egy nagyon jó hírem. Készítettem egy kurzust. A módszeremhez nem kell kezdőtőke, és nem kell befektetned pénzt. Lényegében egy kockázatmentes pénzkeresési módszer. A kurzusban megtanítom neked, hogy az Instagramon hogyan tudsz létrehozni egy követőtábort, akik egy adott téma iránt érdeklődnek. Ha követed a lépéseket, egy hónap után elegendő aktív követőd lesz ahhoz, hogy árusoknak reklámokat posztolj pénzért. Folyamatosan fog növekedni a követőtáborod, és annál több pénzt kérhetsz a reklámokért. Ilyen könnyű az egész. A kurzusban pontosan elmondom neked, hogy mit és hogyan kell tenned. Ha te is otthonról szeretnéd keresni a pénzt, kattints a leírásban levő linkre. Már jó ideje követem ezt a csatornát, és imádom a storikat, de nekem egy olyan történetem sem volt, amit megoszthattam volna. Az előző hónapban olyan történt, ami megér egy animációt. Most először beszélek erről nyilvánosan. Csak hogy tudjátok, egy 25 éves férfi vagyok. Benzinkúton dolgozom. Kb. a semmi közepén van. Rendes út sem vezet ide. Körülöttem mindenhol fák, természet és éjjelente az óriási sötétség. A sofőrök örülhetnek, a kilométerenként látnak egy apró fényforrást. Mivel ilyen helyen van a benzinkút, kevés vásárlónk szokott lenni. Én az éjjeli műszakokat vállaltam. Ilyenkor még kevesebb ember jár ide. Nem kell sokat dolgoznom. Körülbelül tíz ember szokott itt megfordulni az éjszaka folyamán, de volt már olyan napom is, amikor senkit sem kellett kiszolgálni. Egyáltalán nem bánom, mert addig zenét hallgatok. Ez a nap, amit elmesélek nektek, szokásosan kezdődött. Ellenőriztem, hogy a kávé friss, és működnek a gépek. Megnéztem, hogy a polcok fel vannak töltve, és semmiből sincs hiány. Így, hogy megbizonyosodtam, hogy minden rendben van, nem maradt más dolgom, csak várni. Nem szeretek egy helyben állni, ezért néha szoktam sétálni. Csak úgy felolá, közben zenét hallgatok, és gondolkozok az élet nagy dolgain. Megvan az a pillanat, amikor olyan jól érzed magad, hogy csak úgy repül az idő. Na ennek pont a fordítottja van, amikor unatkozik az ember. Iszonyatosan lassan teltek az órák. Azt hittem, hogy már sosem ér véget ez a műszak. Amíg össze-vissza sétáltam, meghallottam, hogy egy férfi rám szól, hogy oda tudnék-e menni. Hirtelen megijedtem, mert nem tudtam, hogy valaki van a boltban. Az ajtónk nem olyan fenszi, hogy megcsörrenjen egy kis harang, amikor bejön valaki. Szóval észre sem vettem, hogy ketten itt vannak a boltban. Gyorsan odamentem a kosszához, elnézést kértem tőlük, hogy várokozniuk kellett. Miközben fizettek, beszélgettünk. Csak a szokásos témák. Milyen sötét van, hihetetlen, hogy alig tettek lámpát az út mellé. Utána a leggyakoribb kérdést tették fel, ami nem más, mint az, hogy hány óra alatt lehet eljutni a legközelebbi városba. Ilyenkor általában azt válaszolom, hogy még jó pár óra, de megéri, aztán egy gyönyörű látvány fogadja magukat. Ezzel próbálom felvidítani a türelmetlen embereket, akik már nem bírják a hosszú utat a semmi közepén. Vizet és csokit vettek. Már elköszöntem, és figyelmeztettem őket, hogy vigyázzanak magukra, mert vihar lesz. Az utak rosszak, és tényleg óvatosan kell vezetni, már több baleset is volt a környéken. Átadtam a zárut, és akkor jöttem rá, hogy a másik vásárló eltűnt. Nem vettem észre, hogy távozott. Nem hiszem, hogy lopott volna, semmi sem volt a kezében. Lehet, csak nem akarta megvárni a haverját, gondoltam. Ők voltak az első emberek azon az éjszakán. Miután távoztak, nem kellett sokat várnom, hogy elkezdődjön a vihar. A szél fújt, könnyebb tárgyakat felkapott, veszélyes volt kint állni. Az eső olyan sűrű volt, hogy alig lehetett látni, és minden egyes másodpercben villámlott. Hangulatos volt, a legszívesebben otthonról néztem volna mindezt, de még így is jól jártam, hogy volt tető a fejem felett. Életveszélyes lett volna ilyen időben kint tartózkodni. Mindehova repkedtek a könnyebb faágak. A vihar a távvezetékeket sem kimélte. Ez már nem először történt. Az épp, hogy megvilágított út, hirtelen teljesen sötét lett, és az én kis benzinkutamon az egyetlen fényforrás az én telefonom kijelzője volt. Fel akartam hívni a főnököt, hogy mi a helyzet, és mit kellene tennem, de még csak hajnali négy óra volt. Nem lepett meg, hogy nem vette fel. Nekem ötig kellett dolgoznom. Szerintem nem haragudott volna, ha hamarabb bezárom a boltot. Úgysem jött erre senki. Kétszer is hívtam, de nem vette fel. Már mentem volna a dolgaimért, hogy összepakoljak, de a villámlások és az eső mellett egy recsenést is hallottam. Nem kintről, hanem a boltban. Eleinte nem foglalkoztam a hanggal. Mivel folyamatosan hallgatom a csatorna történeteit, azt hittem, hogy reflexzerűen horror módra kapcsolt az agyam, és a sötétség miatt már beképzelek dolgokat. Azt hittem, hogy csak az elmém szórakozik velem. Még egy pillanatra leültem a kasszához. Felhívtam a főnököt, de természetesen még mindig nem vette fel. Ideges voltam, mert tényleg nem tudtam, hogy mit kellene tennem. Fel akartam kelni, de újra hallottam. Mozgás. Valaki egyértelműen mozgott közel volt hozzám, de semmit sem láttam. Ekkor már biztos voltam benne, hogy nem vagyok egyedül. Nehéz volt megalapítani, hogy honnan hallottam, mert kicsit összezavart az a folyamatos villámlás és eső. Gyorsan pörgött az agyam, hogy mi lenne a legokosabb. Először is le kellett nyugodnom, mert nagyon gyorsan vert a szívem. Azon gondolkoztam, hogy kifutok, de inkább felálltam és megkérdeztem. Van itt valaki? Természetesen senki sem válaszolt, de ez nem azt jelenti, hogy senki sem volt ott. Nem tudom megmagyarázni, de én éreztem, hogy annak ellenére, hogy senki sem szólalt meg, nem vagyok egyedül. Éreztem, hogy engem néz, csak fogalmam sem volt, hogy honnan. A legrosszabb az egészben, hogy simán bejöhetett valaki anélkül, hogy észrevettem volna. Ahogy mondtam, az ajtó nem ad ki hangot, amikor valaki belép a boltba. Amíg én felalámászkáltam, könnyen bejöhetett valaki és elbújhatott, aztán az eszembe jutott a két vásárló. Az egyiket ugye nem láttam távozni. Kerülni akartam konfliktust, ezért halkan és lassú léptekkel ki akartam jutni. Reméltem, hogy az a valaki nem vesz észre. Sajnos nem vagyok egy ninja. Amíg ügyetlenül lopakodtam, a fickó megjelent mögöttem. Add oda az összes pénzt. Jött a maga biztos hang. Lefogytam, izgultam és remektem. Minden bajom volt. Nem bírtam megszólalni. Feltettem a kezem, és csak álltam. Nem mertem mozdulni. Inkább hátra sem néztem. Amíg vártam, hallottam a lépteket. A férfi közelebb jött. Újra megfordult a fejemben, hogy elfutok, de nem mertem. Semmit sem csináltam, csak álltam. Oda néztem, és megpillantottam az alakot, a főnökön pont akkor hívott engem, és az apró fénynek köszönhetően, amit a kijelzőm okozott, felismertem az embert. A másik vásárló volt. Akire azt hittem, hogy elment. Hát tévedtem. Nem távozott a boltból. A kezében kés volt, és egy kicsit idegesebben megismételte a mondatot. Gyerünk, add oda a pénzt! Lehet a sztoriban menő lett volna, ha kiütöttem volna a kezéből a kést, kihívtam volna a rendőröket, miközben a földön lefogtam volna őt, de a valóság teljesen más. Izgulva, nagy nehezen kinyögtem, hogy csak 250 dolláron van. Nem jöttek vásárlók. Habár biztos tudja, hisz mindvégig itt volt. Az is jó lesz, add oda, mondta. Szót fogadtam, nem tehettem mást. Fő az egészség, kerülni akartam a problémát. Ő elfogadta, és nem bántott. Maga biztos volt, és tudta, hogy bőven van ideje. Amíg ide értek volna a rendőrök, háromszor is kirabolhatott volna. Miután távozott, beszéltem a főnökömmel, aki azonnal útnak indult, hogy a benzinkútra jöjjön. Sajnált engem, és elnézést kért, hogy nem vette fel a telefont. Nyugtattam, hogy nem gond, hiszen normális, hogy hajnali négykor alszik az ember. Együtt kihívtuk a zsarukat, de azok semmit sem tettek. Elkérték a kamerafelvételeket, és azt mondták, hogy megpróbálják kideríteni, hogy ki volt ez a fickó. Már egy jó ideje a benzinkúton dolgozom, de még sosem volt ilyen élményben részem. Féltem, hogy visszatér, és azon is gondolkoztam, hogy inkább munkahelyet váltok, de egy hétre rájött a hír, hogy egy másik benzinkútra is ellátogatott. Ott már nem volt olyan szerencsés. Elkapták őt, és letartóztatták. Sokkal nyugodtabb lettem, hogy már rácsok mögött van. Ez lett volna az én történetem. Remélem, hogy már nem lesz hasonló élményem. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, inkább legyetek óvatosak, és a konfliktusba keveredtek, ne akarjatok szuperhősök lenni. Tartsátok észben, hogy csak egy életetek van, vigyázzatok rá. Ha online akarsz pénzt keresni, kattints a leírásban levő linkre. Az első 50 vásárló 50%-os kedvezménnyel férhet hozzá.